a mikroszkóp színpad elvesztette a repertoárját itt a változások során, az történt, hogy nincs játszható repertoár a színház tarsójában. Ez egyben azt is jelenti, hogy új előadásokat, új produkciókat kellett volna kiállítani, illetve természetesen a munkatársak bérét és járulékait kellett volna kitermelni. Nem akarom húzni az időt, ez körülbelül egy 60 millió forintos befektetést igényelt volna, amely 4 év alatt vagy megtérül, vagy nem. Ellenben nem is ez volt a fő probléma. A fő probléma az előadó művészeti törvény változása. Az előadó művészeti törvényből eddig normatív módon le lehetett azt vezetni, hogy a fizető nézők számának az alakulásából, illetve a nettó jegyárbevételből mekkora összege, mekkora bevétele származik a színháznak. Ez most 2012-2013-tól úgy változik meg, hogy ez nem normatív lesz. Na most körülbelül 2-3 ezer egyéb szervezettel kellene pályázni, amit Puszkoszink adnak ebben a stigmával, hogy kabarét játszik, vígjátékot játszik, amelyről nagyon régóta azt mondják, hogy tartsa magát. Teljesen reménytelen vállalkozás lett volna. Ezen okulva a fővárossal le lehetett ülni, és a főváros vezetését meg tudtuk arról győzni, hogy legalább tegyünk egy próbát. Ez a próba, ez arról szól, hogy 2011. december 31-ig üzemeltetnénk tovább a mikroszkóp színpadot, amelyeknek a bérleti díját és ezt a dolgozóinak a díjazását, illetve a járulékait vállalná a főváros. Erről született egy előterjesztés, és 2011. augusztus 31-én van jelentősége, hogy mondom a dátumot, a főváros közgyűlése elfogadta jóváhagyta ezt a tervezetet. Ez számszakilag annyit jelent, hogy 19 millió forintot kap a színház. Megfogy a 17 millió forintot. 19 millióból kell december 31-ig üzemelnünk, és ezért mi úgy gondoltuk, hogy egy héttel többen lát is megér a dolog, hogy augusztus 31-e óta mit rakunk össze, és mi az, amit ehhez most kérjük majd többek között az önök segítségét is. Mi a jövőképünk? A jövőképünk arról szól, hogy reményeink szerint be tudjuk azt bizonyítani, hogy a nagyon is gazdaságos működtetés, ez 14 munkatársat jelent, nem túl jól fizetett munkatársat jelent, 14 munkatársal, és a színpadon jelenlévő művészeknek a segítségével december 31-ig összeraktuk azt a 25, illetve kiírás szerint 26 produkciót, amivel teljesítjük azt az előírást, hogy a mikroszkóp színpad regisztrált előadó művészeti szervezet tudjon maradni. Vagyis a fővárosi üzletet kötött, meg állami támogatást fog kapni 2012-ben a mikroszkóp után. Tehát többet fog kapni, mint amennyit most elköltött december 31-én. Én pedig kaptunk egy lehetőséget, hogy megmutassuk, hogy ennyiből is lehet gazdálkodni. De azt hiszem, hogy én abba hagynám a számokat, abba hagynám ezt a száraz dolgot, és sokkal, de sokkal fontosabb az, hogy van nekem egy nagyon kedves kollégám, akivel mi decemberben ismertük meg egymást itt a mikroszkópban, és az első beszélgetésünk alkalmával arról beszélgettünk, hogy mit lehetne kezdeni a mikroszkóppal. Ő Nádas Györgyi, szeretném, hogyha a programokról már folytatom gyorsan, és sokkal lelkesítőbb leszek, megígérem. Itt ezen a kis forgó dolgon, amit szerintem egyszer meg tudok forgatni többször, nem csak jól néz ki, tudom. De a sas is jól néz ki. Nos, elmondom röviden, hogy mik azok az előadások, amiket lehet látni nálunk. Október 21-től aznap lesz az Őrület határán című
közérzeti kabarénak a bemutatója, Gesztesi Károllyal, Lorán Lenkével, Szántó Szandrával, és még én is pofátlanul ebben a darabban leszek. Ezt, hogy mondjam, ez egy elég sok zenével ellátott érdekes kísérletünk, bebizonyítani azt, hogy az őrület határán vagyunk mindnyáron. Ez arról szól, hogy két ismert ember, népszerint a Gesztesi Károly és a Nádas György, elvonulnak egy rehabilitációs intézetbe az élet gondjai elől, ahol megpróbálják megfejteni a titkukat egy főorvosasszony és egy főápolónő, főorvosasszony Szántó Szandra, főápolónő Lorán Lenke, de az kiderül, hogy hát gyakorlatilag ők is ápoltak. És a végén, ha nem fogjuk egymás kezét, akkor mindennek vége. De nem lesz vége, ugyanis közvetlenül utána van egy második bemutatónk, amit saját produkciónak nevezhetünk szintén. Kalmár Tibor, aki a Vidám színpadon volt éveken keresztül a főrendező, és jobbnál jobb kabarékat rendezett, ő állítja színpadra az Övön alul, avagy Szex a lelke mindennek című darabot, amelyben a legnagyobb örömömre a régi Mikroszkóp társulatából szinte mindenki benne van, és még olyan kiválóságot is helyet kaptak, mint Nyertes Zsuzsa a Volt Vidámból, Rátonyi Hajnal, segíts Tibor, hogy mi? Bodrogi Gyula, aki csak azért nem tud itt lenni, mert most főpróbája van. Próbáltuk volna telefononni az amerikai módszerre bejátszani, hogy ő itt van, de hát azért még ez nem Amerika. Most erre még nagyon fölhívom a figyelmüket, ugye saját produkció szintén. És a vasárnapokkal mindig gondjaink voltak mostanában, nem csak nekünk, az összes színháznak. A vasárnap már egy olyan nap, amikor az emberek kevésbé szeretnek elmenni, másnap kelni kell, macerás, föl kell öltözni, meg kell borotválkozni. Szörnyű lehet a kedves nézőknek, de azt találtuk ki, hogy megpróbáljuk becsalogatni őket zenés programokkal. Óne Zsinór címmel akartam egy olyan nevet adni, amit talán mindenki ért, ahol 100 zongora van és egy előadóművész, nos estük Nyári Károly nyitja majd. Tessék majd megnézni, hogy melyik nap, mert én sem látom. De én azért, mert nem látok előbe. Azon kívül Erdőhegyi Brigitta, mindjárt van, hogy mi a címe, mert én ma a címet adtam az előadó estednek. Csak a jóból címmel egy fergeteges 30-as, 40-es évek időszakát idéző showműsort fog tálalni nekünk 6 táncossal. Ez se lesz akármilyen produkció. Maros Gábor két alkalommal is föllép a... Mindenki ismer, felesleges hullában. Egy napot kapott tőlünk innentől kezdve. Kettőt, ahol Seres Rezsőről szóló produkcióját már egyszer itt megtekintették a Mikroszkópon, és pazar volt. Saját magam írtam róla. Attól függetlenül. Van egy befogadott produkció, a Műhely Munkatársulat produkciója, amit Pintérgi Attila állított színpadra, Édes Négyes a neve. Ez az egy előadás az, ami 8 órakor kezdődik, ugyanis ez egy 16-os karikával megjelölt, hát pikánsnak mondható dolog. Egyébként az összes előadásunk 7:30-as kezdéssel van. Úgy döntöttük Attilával, hogy ezt a tradíciót visszahozzuk, ami annak idején a Mikroszkópnak volt a kuriozitása, hogy 7 óra előtt ugye nem lehet itt parkolni, semmit nem lehet csinálni a Pesti Broadway-n, 7:30-ra már úgy találunk helyet magunknak, úgyhogy 7:30-asok az előadás kezdése, kivéve ez az Édes Négyes ő. Nem, most marhaságot mondtam, a szex a lelke mindennek az, ami 8-kor kezdődik, kérem javítasz, te vagy az igazgató. Ja. Ez is 7:30-as. A szex, a lelke, mindennek az Övön alul az, ami 8 órás kezdés. Kocsánat. De írásban meg. Így van. Mielőtt össze-vissza beszélnék még, Sas József, aki nagy örömmel szolgál, hogy ismét itt van. Pedig el sem ment. Sas Józsefé a szilveszterünk. Két előadást készít Józsi, méghozzá az alapcsapattal és meglepetésekkel. 5 órás és fél 8 óra? 5 és 8 órás a kezdés. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez is egy csemege lesz.
illetve 30-án előtte Most mi jövünk címmel előszilveszteri új év köszöntő műsort fogunk prezentálni a tisztelt közönségnek. Fés Isnellivel, Pintér Tiborral és Gesztesi Karcsival, valamint jó magammal négyesben. Ez egy kicsit revűsebb, de azért a komédiázás is természetesen benne lesz a műsorban. A Délben este című vígjáték, amelyet Kautsky Armand rendez. Annak is a bemutatója november 5-én van, és 5 alkalommal lehet látni idén még. Úgyhogy azt hiszem, hogy szép feladat előtt állunk, hiszen még egy hónapja sincs, hogy megkaptuk a lehetőséget, és gyakorlatilag az egyetlenek vagyunk, azt hiszem, az országban színházként, akik december 31-ig minden produkciót kiraktak a falra, és lehet minket látni. Nagyon kérem a tisztelt sajtót, nagyon erőteljesen kérem, hogy működünk, üzemelünk, megújultunk, újjászülettünk, ugyanakkor természetesen, amit én a nyitó társulati ülésen mondtam itt pár szem közt a kedves tagoknak, hogy mindenkit igyekszünk idén ellátni feladattal. A halva a programokat felhagyulhat az, hogy milyen keretből. A keret nem nőtt meg. Egyértelműen kijelenthető, ez feltétel volt, nem feltétel, hogy a művészeti munkához egyetlen egy pillér állami támogatást nem kapunk, tehát ez a 19 millió forint nem tartalmaz művészeti munkának támogatását. Ezt a bevételeinkből kell megoldani. Hát amit itt a valóknak, az ott mind a saját bevétel terhére valósulnak meg, illetve külső támogatásokra is számítunk. A másik, amit még szerettem volna hozzátenni, hogy a legutóbbi fővárosi közgyűlésen kérdést intéztek Csomos Miklós főpolgármester helyettes úrhoz, mikroszkópűben, és ő úgy válaszolt, hogy a főváros terveiben mindenképpen az szerepel, hogy nyitva tartja a színházat, legfeljebb nem ebben a szervezeti formában, és nem önállóan, hanem egy másik színházba beolvasva. Ez egy hosszú, aprólékos kidolgozást igénylő folyamat lesz. Azt hiszem, hogy nem a trikó a lényeg, hanem az a produktum, ami ezen a színpadon van, és hogy ne legyen bezárva a színház. Köszönöm szépen még mindig. Nem, 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 nem